Most, hogy Wonder Woman végre visszakerült az őt megillető helyre, szerintem épp itt az ideje, hogy kibeszéljük a Wonder Woman 84-ből kiszivárgott első képeket. Kezdjük azzal, hogy te is annyira izgatott vagy, mint amennyire én, amiatt, hogy Chris Pine visszatér a folytatásra. Mármint most komolyan. Először is imádtuk őt Steve Trevorként, szóval fantasztikus munkát végzett, de erről azt hiszem egy évvel ezelőtt rengeteg mindent elmondtam. És úgy gondolom, hogy az ő visszatérése mindenféleképpen egy pozitív értékű csalódás is lesz, és ahogy a legtöbb nő mondta, bármi is legyen az oka, bármi is legyen a módja a visszatérésének, én tutira vevő vagyok rá. Mert egyszerűen olyan szinten tökéletes férfi karaktert tudott megformálni a nagyvászon, amit hozzá képest tulajdonképpen senki sem már nagyon-nagyon-nagyon régóta. És ez szerintem iszonyatosan pozitív dolog, és iszonyatosan szükségünk van nekünk is arra, hogy egy ilyen erős női filmben legyen egy ennyire brutálisan hősies férfi, mint amilyen ő. Már csak azért is, mert kell valaki, akire felnézhetünk, és egyelőre Superman mindig nem az a fajta fickó, akire szeretnénk felnézni a nagyvászon, legalábbis a nagyvászon, viszont Steve Trevor mindenféleképpen egy olyan hős, aki szerintem mindannyiunk számára példaértékű lehet. Viszont, ugye mennyire gyönyörű, és mennyire varázslatos, és mennyire káprázatos Gal Gadot még mindig abban a csodanő ruhában, mármint wow! Úgy egész röviden, másképp nem is tudnám jellemezni őt, tehát egyszerűen gyönyörű. Ezért is hiányoltam őt ennyire hosszú ideig a falamról, mert egyszerűen wow! Muszáj volt letennem egy kicsit, miután elköltöztem, mert egyszerűen nem tudtam levenni róla a szemem, egyszerűen annyira tökéletes ez a kép, annyira tökéletesen árad belőle az energia és az minden motiváció, ami a történetmesélés mellett szól, hogy egyszerűen muszáj volt odébb tennem egy kicsit. De most visszatért, azt egyelőre nem tudom, hogy mennyi időre, de egyelőre visszatért, és itt van az asztalomon, és bár elég kényelmetlenül férünk el, de azért nagyon bízom benne, hogy el fog férni. Na és mit gondolsz arról, hogy Wonder Woman 84 lesz a mozinak a címe? Mert hogy Cheetah is benne lesz, és hogy második világháború, meg hogy minden egyéb, minden az az apocska morzsa, amit tudunk erről a filmről, ami valami kevés, és én igyekszem minél kevesebbet tudni erről a moziról, túl azon, hogy Geoff Johnson köze van hozzá, mert egyszerűen nem tud érdekelni, egyszerűen nem szeretnék tudni semmit sem róla egészen addig a pillanatig, amíg nem látom az első előzetesét jövőre. Mert hogy már forog a film, és emiatt én iszonyatosan izgatott vagyok, de nem emiatt jöttünk ide ma, nem. Ez csak egy részét képezte annak, amiért itt vagyunk ma, hanem azért jöttünk ma, hogy beszámoljak arról, hogy elérhető a 9. Kalandor második adása, amelyben többek között nem kevesebb, mint 8 képregényről van szó, bár ezt a számot most lehet, hogy csak kitaláltam, rengeteg képregényről van szó, és a Skyward ebben a hónapban a főképregényünk, ami nem más, mint az Image Comics idén néhány hónappal ezelőtt indított, egész pontosan 3 hónappal ezelőtt indított története, amit szerintem érdemes elolvasni, és hogy miért, emiatt pedig érdemes meghallgatni a 9. Kalandort, és sőt, mi több, rengeteg egyéb olyan képregényről van szó, ami ebben a hónapban indul, szóval újoncoknak, akár a DC, akár egyéb világból származóknak mindenféleképpen ajánlom ezt a mai adást, és ha még nem volt szerencséde ez a hadáshoz, akkor mindenféleképpen ajánlom azt is, hogy ajánld a barátaidnak is, hogy minél többen felfedezzék azt, hogy létezik egy műsor, amelyben 60 percen keresztül csak is képregényekről van szó. És szerintem ennél királyabb dologgal alig ha tudnátok eltölteni ezt a mai napot, legalábbis egy órát belőle, így igaz? Ha így van, akkor hallgass meg a 9. Kalandort! A link lent az infoboxban. Ha pedig bármiféle véleményed van a műsorról, akkor azt mindenféleképpen tedd meg lent a kommentekben, vagy jelentkezz a panelkalandor@gmail.com címen. Mert itt van lent, de érted. Szóval köszi a figyelmet, találkozunk legközelebb egy vadonatúj videóban, addig pedig popkultúrában gazdag hetet kívánok! És ha még nem rendelted elő a visszajövőbe első kötetét, akkor mindenféleképpen tedd meg, ugyanis június 29-ig meghosszabbítottuk erre a lehetőséget. Találkozunk legközelebb popkultúrában, és vissza a jövőben gazdag napokat kívánok!